kurva életben megint csak egy memóriakártyát hoztam. Akkumulátorból kettőt hoztam, de a kártyából csak egyet, de már annyit megfogadtam, hogy mindig berakom a másikat is. Hú, ez nagyon komoly ez a kőtenger. Te! Te hallottál a Balaton felvidéken arról a Hegyestű nevű kőtengerről? Nem. Iszonyat profi. Ott van, ahol... Hú, a Ferikő, mi nem sokat fogunk látni. Ott Köveskár környékén van. Amúgy egy ilyen divatos üdülőhely a Balaton felvidéken. Á, Ferikém, te onnan majd a rétről többet fogunk látni? Határeset. Határecset. Jó, és akkor most szemben még mindig azt a hegyet látjuk, amit láttunk az ösvényről, és igen, mondtuk, hogy majd fölmegyünk? Igen. Aha, na jó, hát akkor itt semmit. Hát, hogy lejjebb vannak jó kilátásos részek, de addig nem menjünk le. Hát most már ne. De nem csak az, hanem akkor onnan egyáltalán jön ide fel út? Vagy valami? Ösvény? Hát ami jöttünk, csak az. Vagy ami megy lefele. Na de akkor várj, ja, akkor viszont az meg az az út, amit az előbb ott mondtunk, hogy igen, ott van a réta aljában. De ide, hogy konkrétan a csúcson nem jön föl semmi. Nem. Jó, hát akkor ezt is megállapítottuk. Hoppá, viszek egy taplót haza. Bár hogy most hova teszem, azt nem tudom, de nem baj. Ja, látszik Szent Lászlón a házat. Jó, akkor ez az a hegy. Igen. Igen. És ez viszont a hegy csúcsa. Igen. Aha. Muszáj egy darabák közé. Egy sas? Sasad? Halkan. Aha, hallom a hangja. Ez nem vércse, vagy minek van ilyen hangja? Szerintem egerészre. Vagy egerészre, igen. Barna kánya. Vagy a kánya vinnél. Hát, miért a sok száraz fa miatt nem szép. Nem szép, de nagyon csúnya. De nem baj. Ja, várjál, hogy elhagytuk a nyomot. Én meg itt ebben nem akarok itt belegázolni, oda-vissza kell mennünk. Ez nem csípős család egyébként. Hát de most minek gázoljunk itt a veteményesbe, szó szerint. Tökön passzuljon keresztül. Ki is kapcsolom.